Fronthatásra nem kell számítani, és a Kárpát-medence legnagyobb részén töltődhetünk napsütéssel, de nem mindenütt lesz teljes a nyugalom. Jó reggelt kívánok az M1 nézőinek, Molnár Csilla vagyok. Az elmúlt napokban azért érkezett hozzánk egy hideg front, és ez egy picit még érezteti a hatását. Pontosabban a front már elhagyta térségünket, mögötte azonban az északnyugati szél kitart, és emiatt hűvösebb léghullámok érkeznek hozzánk. Egyébként erről a frontról, a frontnak a felhőzetéről fantasztikus képet készített Fonyódon Sidru Péter, és szerencsére el is küldte nekünk, úgyhogy köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk. És önök is küldjenek időjárással kapcsolatos felvételeket a már jól ismert meteorfotókukac@mtva.hu e-mail címre, ezzel önök is tudják színesíteni időjárás jelentéseinket. Egyébként annyira nem szintelen, nem unalmas, hiszen ahogy említettem, elhagyott bennünket egy front, most mögötte az északnyugati szél hűvösebb léghullámokat szállít, és azért van körülöttünk alacsony nyomású képződmény, ciklon, amely egy picit beleszól az időjárásunkba. Emiatt például a délnyugati területeken már éjszaka megvastagodott a felhőzet, és ma is lesznek azért ott erősen felhős körzetek, sőt, csapadék is előfordul, nem nagy mennyiség, de azért önök is láthatják, hogy itt a délnyugati tájakon bizony gyenge eső, kisebb zápor lehet napközben. Eleinte még északkeleten is néha borongósabb lesz az idő, de ott fokozatosan tisztul, szakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb ideig tartó napsütésre mindenütt lehet számítani. Közben viszont az északnyugati szél is gondoskodik arról, hogy a csúcsértékek nem mindenütt érjék el a 10 fokot. A Kárpát-medence északkeleti részében lesz hűvösebb az idő, egyébként zömmel azért meghaladja a maximum ezt a bizonyos 10 fokot, és a déli vármegyékben akár 16 fok is előfordulhat, úgyhogy összességében 6 és 16 fok közé melegszik a levegő. Szerdáig még élénk lehet ez az északnyugati szél, emiatt 10 fok közelében alakulnak a csúcsértékek, és ami még hangsúlyos, hogy az éjszakák során bizony előfordulhatnak fagyok. Elsősorban az északi völgyekben, a mindig fagyzugosabb helyeken süllyedhet 0 fok alá a hőmérséklet, úgyhogy itt akár -4, -5 fok is lehet. A fagyzugosabb területeken élők mindenképpen számítsanak erre. Csütörtöktől viszont újra melegszik a levegő, ezzel egyidőleg azonban picit változékonyabbra is fordul az időjárásunk. Addig egyébként egyre kevesebb felhő lesz az égen, csütörtöktől viszont változóan felhős égboltra tekinthetünk. És a hétvégén, pénteken, szombaton és néha még vasárnap is előfordulhat gyenge eső, kisebb zápor. Közben azonban szombaton már a 20 fokot is elérheti a hőmérséklet, sőt egyre inkább bőven 0 fok felett alakulnak majd a minimum értékek. Ma ünneplik névnapjukat a Sándorok, kiket mindenki ismer, hiszen egyikük azoknak, akiktől az igazi tavaszt várjuk. A népi hiedelem szerint ez az első igazán meleget hozó nap, és ha Sándor napján szép az idő, jó termés várható. Így tartja a népi regula. Ha Sándor mégsem lenne elég erős egyedül, holnap segítségére lehet József. Egyébként a három összetartozó napból ez a leggazdagabb hiedelmekben, szokásokban. Úgy tartják, ha József napján kiderül, hőség hozzánk beül. Éppen ezért ezen a napon már csiripelnek a madarak is, mert Szent József kiosztotta nekik a sípot, és fecskéink is ekkortájt érnek haza. Március 21. Benedek napja pedig már hivatalosan is tavasz. Ha ezen a napon dörög az ég, száraz lesz a nyár, tartották elődeink. Így hát ők hárman, Sándor, József és Benedek zsákban hozzák a meleget. Ám bár megeshetik néha, nem ajándék, de csak tréfa, mintha hozna meleget Sándor, József, Benedek. Ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!